Köszöntöm nézőinket, rangos megmérettetésre hívom önöket. Tartsanak velünk a Hári kupán, amely immáron negyedszer rangos megmérettetés Borvárosok és Tolna megye települései között. Az idén Szekszárd, Decs, Bátaszék, Harkány, Villány és Mohács méri össze, hogy mit is tudnak játékos, sport és ügyességi vetélkedőkön. Tartsanak tehát velünk, nem fogják megbánni. A Hári kupa a Szekszárdi Szüreti Fesztivál hagyományos programeleme. Célja, hogy a települések méltó hírnevet szerezzenek a részvétellel, jelképezve egyben a régiós összefogást, a szőlő és borkultúra hagyományainak ápolását. A csapatokat e szellemben köszöntötte a zsűri elnöke, Hári János, Siolgárd polgármestere. A verseny csoportos előadással vette kezdetét. Rimben, humorban nem volt hiány. A települések csapatai dalban mondták el, hogyan is szüretelnek szűkebb pátriájukon. Apja jött el a szünetnek, sosem látott fergetegnek, eset vagy száz milliméter, megtetűzve egy tisztséggel. Cikádor lett neve otthonunknak, messze földön híre volt borunknak. E hagyományt folytatjuk mi bátran, sok a szőlő nálunk a határban. Villányban érkeztem, 30 métert fékeztem, égszíjam szakadt, kopott laza, add a kupát, azt megyek haza. Köszönjük szépen! Őrségi déli borok, nincsen bennük kék, ha már veled forog, ne mondd azt, hogy ettük. Helvetes bor a pohárban, olyan, mint a szép nő, illegetel a estén, éjszakelet meg nem. Borom vörös szemem méret, csuklom is ezt néha lénes, nekem van a Az erő és ügyességi számok játékait úgy tervezték a szervezők, hogy azok kapcsolódjanak a szüret hagyományaihoz, a szőlőművelés munkafázisaihoz. Tessék, most lehet elkezdeni a simszó után. A lényeg, hogy a jelölés ne látszunk ki. Ne látszunk ki, és arra figyeljetek, hogy össze ne törjétek a karót. A karóverésnél 10 darab kihegyezett karót kellett a karon lévő jelig a földbe verni. Megnézzük mindjárt, hogy állnak a bátaszékiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 karónál tartanak a bátaszékiek, nagyon jó. Olyannyira jó, hogy ebben a számban a bátaszékiek voltak a legügyesebbek. Azt hiszem, hogy a bátaszéki csapattól ezt a karóverést nem lehet elvitatni. Gyönyörű, szép sorrendben. Mi volt a technika, mi volt a módszer? Egy jó erős kéz kell, meg egy jó karókéz. Milyen gyakran vernek, úgymond, ilyen karót a hétköznapokban? Köműveskedés, betontörés, meg egyéb ilyen dolgok, csak nem ilyen kis kalapácsra, nagyobbak szoktam dolgozni, úgyhogy nekem nem furcsa az a kalapácsos. Fiatalabb szemmel a karóverés. Ugyanez. Mi csak dolgozunk az új tűzoltószertáron, és ott is van kalapácsütés. Ez bizony fontos kérdés, hiszen a seregélyhajtás nem volt egy egyszerű feladat. Az egyik versenyző csapattársát a hátára véve próbáltak a csapatok minél többet begyűjteni a felfüggesztett papír seregélyekből. Az áldász küzdelemből a mohácsiak kerültek ki győztesen, és nem utolsó sorban épségben. Ebben a csapatban nagyon szerencsés alkatú versenyzők voltak a seregélyhajtás szempontjából.
Hát a hölgyet kihagyva, az urak nagyon magasak. Azt szeretnénk erről elmondani, hogy külön edzettük a srácokat, kosárlabda csapatot csinálunk, már nem is olyan régen, talán nincs is még egy éve, és kosárlabda csapatunk oszlopos tagja volt a lovas, a kosárlabda csapatunk tiszteletbeli tagja volt a... Nem, ő volt a ló, és ő volt a lovas, elnézést, kicsit megkeveredtünk, és az, az igazság, hogy fizikailag a ló nagyon jó bírta. Egyébként a lovasunk nagyon élelmes volt, igazán ott volt a csúcson. Ő ilyen csúcsra járó típus, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt a versenyszámot igazán megérdemelten jó eredménnyel zártuk. Ha lehet, ez itt a reklámája. Ha lehet, akkor jövőre egy jobb lovat választok. A verseny ugyancsak erőt próbáló része volt az összetett ügyességi szám. A versenyzőknek először puttonnyal a hátukon kellett egy emelkedőkkel nehezített pályán végigfutni. Sípszóra indul majd. Most. És ebben a pillanatban indult a szexádi csapat tagja. Puttonnyal a hátán. Óriási pillanatban. Gyerünk, Laci! Úgy van, hajrá! 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 Egy részfeladaton már túl vagyunk, ez volt a futás. Szexádi győzelem. Van valamiféle sportmúlt esetleg? Van, de az nagyon régi sport volt, tehát az 20 évvel ezelőtti, amikor én még aktívan futottam, hát abból, amennyi emlékezetből maradt, meg amennyit szabadidőn enged, néha még szoktam kocogni, de külön nem készültem a versenyre. Ez a terep milyen volt? Hát a terep az nagyon nehéz volt, csúszik a fű, lépcsők vannak benne, kanyarogni kell, tehát én, hogyha futok, akkor is általában síkon szoktam futni, és egyenesen, tehát ez teljesen szokatlan volt nekem. Nem is beszélve a puttonyról, bár egyelőre még üres volt. Igen, hát ha lett volna benne, akkor még nehezebb lett volna, de így a fő nehézséget az jelentette, hogy ne kapcsolódjon ki, és ne essen le a hátamról, tehát félkézzel tartani kellett, ami megint nem a sebességet növelte. A feladat második részében a kettős létrán keresztül mászva, a létra tetején az odakészített vödör szőlőt kellett a puttonyba rakni, majd a szüretelő ládához érve zsákba önteni. Nem volt módom gyakorolni, ez otthon is több ment a nyakamba szerintem, mint a puttonyba. Minden szem számított, hiszen a zsákból a szőlő a szüretelőkádba került, és a hölgyek főszereplésében a taposással keletkező must mennyisége eredményezte a végső pontot. Azt hiszem, hogy jogos ez az öröm, gyors öltözködés, milyen volt? Hát a tavalyhoz képest nagyon jó, tavaly nagyon elfáradtam. Mi a titka a szőlőtaposásnak? A lehető legkisebb helyet kell hagyni a szőlőnek, teljesen megtekerni a zsákot és gyorsan. A láb ilyenkor milyen érzésekkel száll ki a kádból? Fázik. És ez az édes lé ápolja valamennyire legalább? Nem, ragad. Kegyetlenül ragad. A segítőtársa mennyire volt elégedett? Ő a férjem, úgyhogy maximálisan. Akkor mondhatni, hogy ez egy team munka volt. Igen, családi munka. Esetleg gyakoroltak igen, is? Igen, tavaly. Ezt most komolyan? Páros volt, igen, pontosan. Megbeszéltünk minden technikát, minden apró részletet, és bejött. Ez egy nagyon jó páros volt. Talán a szőlő egy kicsit kevés. A szőlő kevés volt, az együttmunkálkodás szerintem fantasztikus volt. A segítők hamarabb bíztak bennünk, mint amikor először töltöttünk, úgyhogy vissza kellett szállni még egy körre. Kire hárul ilyenkor a nagyobb feladat? Nyilvánvalóan rám, mert nekem kell tartom a szúcsát. Milyen érzésekkel telve lépve az ember ilyen nem túl napos időben mezétlábakádba? Csapat ér bármit, úgyhogy itt nem más volt az érzés, mint az, hogy a csapatnak pontokat kell hozni. Most lehet jelenítani, föl kell tartani a jelölt magassági szinttől, akkor ér véget. Ez a versenyszám, hogy tartani kell, szigorúan tartani. Itt a könyvészlád a lentiek mondják, tartsa még, és most ért véget. Erőszám ide vagy oda, hogy ki a legény a hári kupán, azt a boroskanna emelést mutatta meg. Villányak rezzenéstelül tartják ezt a kannát. Bírod még, Sanyi! Felső hopp, és közben megmarkolt ez a tipikus, azt szokták mondani, hogy
ennyi volt. Ahogy így ránézek a villányi csapatra, villányban erős emberek vannak. Hát a jóbor. Jóbor teszi. Ezzel az volt a gond, hogy málna volt benne. Tehát az igazi bor az meghozná itt az erőt. Igen. Mennyire volt nehéz ez a kanna? Milyen technika kellett ahhoz, hogy fennmaradjon? Hát majd aki megnyeri, az kell megkérdezni. Így is tettünk, és mint kiderült, a mohácsi csapat tagja több mint 50 másodperccel vitte el ebben a fordulóban a pálmát. Örömteli esemény, ismét Mohácsnak gratulálhatunk, hát ez fantasztikus volt. Rezzenéstelen arc, honnan ennyi erő? Akad. Hát dolgoztam rá kicsit. Testépítéssel foglalkozom. A mindennapi edzésben mennyire szerepel a súlytartás? Nem ilyen statikus erőre van ott szükség, ott inkább folyamatos, és mondjuk a testépítésnél nem is az erő a lényeg, hanem a kinézetre megyünk, tehát ez így mellékesen jön azért. Lehet mondani, hogy számított erre az eredményre? Reméltem. Feszesen tartod a nyakad végig, jó? Oké? Okay. Most egyelőre kicsit lazítsál, majd szólnak, jó? Jó, most nem erre vicc még. Jó, lazítsd. Bizony, elkelt a jó tanács. A hordógurítás látványos, de nem irigylésre méltó feladat. A rutinos játékosok már készültek. Jól jött néhány kellék a hordó kibéleléséhez. Egyszer útjára kell elkezdeni, és kész. A Harkányi csapat az utolsó emelkedőnél tart már. A hölgy nagyon felkészült, mielőtt a hordóba bújt. Azt hiszem, hogy ez a legveszélyesebb szakasz, és pillanatokon belül megtudjuk, hogy mit élt át a hordóban. A hölgy jön, úgy látszik, hogy teljesen jól van. Jól vagy? Jól érzed magad? Jól vagyok. Talán te készültél fel a legjobban. Hogy jött az ötlet? Úgy jött az ötlet, hogy tavaly is részt vettünk ezen a versenyen, csak akkor ennyire nem voltunk felkészültek, mégis elhoztuk a párnát is, mert gondoltuk, hát ha lesz ilyen versenyszám, és akkor jól jöhet. Amikor először bújtál a hordóba, most már rutinosan, akkor mit éreztél? Nem féltél? Nem féltem, csak az volt a furcsa, hogy a hordóból ezek a pici kis darabok a szemembe mentek, úgyhogy szerintem tele van a szem, kicsit könnyezni fog, de nem volt semmi félelem érzetem. Így Vidámparkban is szeretek járni, úgyhogy ez sem volt rosszabb. Ezen gondolkoztam, hogy néhány csapatnak anyósokat kellett volna hozni, ezek a simán elengedik az utolsó lejtőt. Mondhatom, hogy a legstrammabb hölgy ma itt, hiszen nem viselt semmiféle párnát, védősisakot. Bátor? Igen, azt hiszem. Az ember próbálkozik. Milyen érzés volt? Jó, én tavaly is nagyon élveztem, idén is mennék még egy kört. Azt hiszem, hogy a gurítóra ilyenkor nagyon nagy felelősség hárul. Mi volt a taktika? Hát igen, hogy szép óvatosan kell lejönni a lejtőn. Az erő megvolt? Hát meg. Ment volna gyorsabban is? Hát nem hiszem, nagyon szűk a pálya. Az erő és ügyességi számokkal párhuzamosan zajlott a Hári Kupa főzőversenye. A feladat egyszerű volt, elkészíteni azt az ételt, amely a csapat kedvence szüretkor. Mi készül a bográcsban? Hát ebben pörkölt lesz. A marha lábszár van benne, marhafarok, meg egy kis harkányi jó illat, meg jó íz. Harkányban mi a főzés titka? Van-e valamiféle kis titok, amitől különleges lesz az étel? Attól lesz a legkülönlegesebb, hogyha minél később annak valakinek enni, annál éhesebb, és akkor minden jó neki. Hogyan tálalja majd ezt a finom illatú pörköltet? Hát úgy majd úgy tányírban, meg úgy merőkanállal, meg majd a hölgyekre lesz bízva. Mi lesz hozzá? Hát mi lesz hozzá, kedves Ferenc, mi lesz hozzá? Hát lesz hozzá egy kis finom villányi vörösbor, amit ugyan nem illik így reklámozni, de azért megteszik, mert a kedves szomszédainknak eleget akarunk tenni. Meg hát itt a mi finomság, jóság, amit találhatunk. Mi rotyog a bográcsban? Marha oldalas, disznócsülök és lapocka. Milyen fűszerezéssel, milyen titokkal? Hát nem, különösebb titok. Sima só, törött paprika, kis fűszerpaprika van benne, cseresznyepaprika és ez a gyufapaprika. Kis bors, kis babérlevél. Amikor az asztalra kerül, akkor friss kenyér, egyéb más? Igen, itt van a friss kenyér, van mellette még desszertnek kőtkalács, és ez a mi menünk, a decsieké. Milyen ételek születtek? Hát az ételek gyakorlatilag jók voltak, és én azt hiszem, ahol ilyen hagyománya van a főzőversenynek, mint Szekszárd, ott mindenképpen egy haladás, egy fejlődés észlelhető, és én azt hiszem, hogy a Hári Kupán ezt örömmel konstatálhatjuk, hogy ma már azok a pörköltek, amik a zsűri elé kerültek, azok mindegyik olyan volt, hogy maga módján megállt a helyét. Itt csak a rangsort volt nehéz eldönteni.
fantasztikus, micsoda iramba szívjad meg! Az incsiklandó illatoktól a színpadon zajló lopóval szívás szólított el bennünket. Félreértés ne essék, a kannában alkoholmentes nedű volt. A versenyszám győztese Szexárd lett. Ez mondja, az Erzsi labdáját gyűjtsed! Úgy a fáján! Hú, ez nagyon mind a többi szőlő szem, akkor azt tedd vissza, mert ez melltartóban van. Ez az, ilyenkor kérdezték, hogy a hűtőjében pozitáknak a fölösleges mozogjuk, mert képzeljék, amikor a hagokkal kibukatnak az emberek. Mindig ugyanazon a helyen kérdezik, a Hári Kupa leglátványosabb része a tűzoltók segítsége nélkül nem jöhetne létre. Ők azok, akik nem haboznak, habbal töltik fel a medencét, melyből a csapattagoknak kell összegyűjteni a szőlőszemeket szimbolizáló teniszlabdákat. Ez egy tudatos felkészülés volt, viharkabát. Segített valamit? Nem igazán. Nagyon szörnyű versenyszám volt nekem. De mindig vállalkozik az ilyen veszélyesebb elemekre. Szereti a kihívásokat? Ezért jöttünk el. Verseny, játék, buli, szórakozás. Hogyha jobb az idő, akkor megkockáztat egy fürdőruhát esetleg? Nem, azért annyira nem. Mindenképpen maradt volna a tréningruha. Hát igen, mindenképpen. Nagyon ügyes voltál, Decs nyerte ezt a versenyszámot. Hát megpróbáltam minél több labdát összeszedni, segítsem a csapatot. Egyébként mondhatni vízicsibe vagy, szeretsz fürdeni? Hát igen. Mondhatjuk. Te vagy talán a legfiatalabb itt a Hári Kupán, úgy összesítésben legalábbis külsőre, de szerintem nem tévedek. Hogyan készültél, milyen érzés egy ilyen vetélkedőn részt venni? Hát nagyon örülök, hogy ide kerülhettem. Megpróbáltam a legjobbat nyújtani. Most úgy érzem, hogy hozzátettem a csapat segítségére. Egyébként sportolsz, vagy csinálsz igen. Valamit? Mit sportolsz? Focizok. Tudod hasznosítani az ott szerzett tapasztalatokat? Hát igen. Reflex mozdulatokat, az ösztönt. Persze, aki közel áll a tűzhöz, megégeti magát. A piros kakasőrei egy kis meglepetéssel kedveskedtek Viola Miklós műsorvezetőnek és a közönségnek. Szerintem a műsorvezető erre nem számított. Akasztották a hóért? Hát megmondom őszintén, ilyen már másodízben fordult elő. Egyszer Domboriba egy nyári fesztiválon beledobta fizibiciklistől, de ilyet még nem láttam soha életemben. Köszönöm szépen, tiszta ablettem. Mondjuk ma úgyse tudtam fürdeni, semmi gond vele, nagyon jó illatom van, sokkal jobb, mint az eredeti. Annyi, hogy folyik a pulóveremből, kellemes hideg van, tüdőgyulladás az majd későbbi adásban. És mi lesz most? Új ruha? Nem, nincsen nekem pénzem új ruhára, úgyhogy én sajnos ebben maradok. Megvárom, még megszárad, úgyhogy valószínűleg futok itt egy pár kört, bejárom majd a pályákat, megvárom, hogy megszáll a ruhám, és majd valahogy így lesz. Hát ilyen nedvesen ázottan fogom én a délutáni műsort vezetni, remélem, hogy ezt elnézik nekem. A rangos küzdelem végén a játékosoknak darts tudásukat kamatoztatva méhecskeként kellett kibökniük azokat a lufikat, melyek jelen esetben az édes húsú és levű szőlőt jelképezték. Sajnálom, biztos éhes! Aki éhes volt, itt bizony jól lakhatott. Az eredmény hirdetés előtti pillanatok feszültségeit a résztvevők jó pörköltel és zamatos borral vezették le. A tavalyi Hári Kupa győztes Szexárd volt, így egy éven keresztül ők birtokolták Szatmári Juhos László kisalakos hári szobrát. A vándordíjat 2002-ben azonban Mohács vitte el. A negyedik Hári Kupa abszolút győzteseként térhettek haza, hiszen a csapatból került ki a kupa legerősebb embere Petsz Zoltán személyében. A mohácsiak vadpörköltje bizonyult a legfinomabbnak, és az erő és ügyességi számok összesítése után is ők állhattak az első helyre. A szoros küzdelemben Szexárd végzett a második helyen, a jelképes dobogó harmadik fokára decsálhatott. A mai Hári Kupában a mohácsi csapat lett 96 ponttal! És itt azért még elmondanám, hogy a Szexárdi és a Mohácsi csapat között mindössze 4 pont volt a differencia. 4 és 4 pont volt mindössze. Nem ittunk semmit, nem lehet ez itt tovább. Inni kell, ha meghalunk is, ígyunk hát. És itt van a Hári Kupa, amelyet ezután Mohács csapat a birtokon egy éven keresztül, és remélem, hogy velük találkozunk, biztosan találkozunk, hogy a következő az ötödik Hári Kupán.
vissza kell szerezni majd valahogy. Ez volt tehát a Hári Kupa 2002-ben. Én azt hiszem, hogy mindenki, akár itt a helyszínen, vagy akár önök ott a tévékészülékek előtt, nagyon jól szórakoztunk. Köszönöm a figyelmüket, találkozunk jövőre is, a viszontlátásra!